Kajdacs község Tolna megyében a Sárvíz folyó közelében a 63-as számú út mentén fekszik. Ősi település, már a kelták idejében lakták. A Stankovánszky család az 1720-as években leányági örökösödés révén kapta meg a lengyel családtól Kajdacsot. Az eredetileg Győrből, majd Veszprém megyéből elszármazó család a megyékben hamar gyökeret vert, fontos szerepeket betöltve. Ez a híres Stankovánszky kastély, amit a család építetett. Sajnos az idő enyészete ezt az épületet sem kímélte. Az 50-es években leégett, és akkor helyeztek rá egy ronda, hát sima palát, palatetőt, de akkor is, amilyet kaptak, nyilván harmadosztályú volt, tehát azóta már elvetemedett, beázott végig. Ez innentől kezdődően eddig sikerült nekünk az első körbe pályázatottan a tetőt kicserélni. A kívülről kopott, néhol omladozó, belülről azonban pazar látványt nyújtó kastély jelenleg az általános iskolának ad otthont. Ide jelenleg 100 gyerek jár. A körteremnél még vannak ezekből a Münchenbe készült színes, díszes üvegekből, de már sajnos egyre kevesebb. A kastélyban az 1700-as, 1800-as években igen nagy társasági élet zajlott. A ma is látható kastély 1893-ban és 1894-ben épült. A korábban már itt álló kisebb kastélyt cselédlakássá alakították át, és egy hosszú folyosóval a kastélyhoz kapcsolták. Egykori hatalmas parkját az iskolai sportpályák kiskertek darabolták fel. Itt nyáron amatőr fogadhajtó versenyeket szoktak rendezni. A helybeli földbirtokos családnak a lakóhelyéről van szó. Igen, abban található a Kajdacsi Általános Iskola. Jelen pillanatban ez az épület még nem műemlék, csak műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, amelyet egyrészt elkezdtünk szintén felújítani a tetőt cserével, de ennek második ütemét az idei évben is szeretnénk egy sikeres pályázattal folytatni. A település több építészeti remekművel rendelkezik, amikre nagyon büszke, és mindent megtesznek azok helyreállításáért. Az egyik ilyen remekmű a Hajdani Park végében álló mauzóleum. Kajdacsi Stankovánszky sírkápolna 1875-ben épült. Stankovánszky Imre volt Tolna megye főispánja az 1848-as időszakában, és az ő halála után gyermekei János és Mária építette az ő tiszteletére. Több neves építész dolgozott a sírkápolnán. Kettő darab hivatalosan bejegyzett műemlékünk van, az egyik a római katolikus templom, amely barokk stílusban épült, és a közelmúltban két éve teljes körű felújításon esett át, és egy csodálatosan szép gyöngyszeme lett a falunak. És van még a Stankovánszky családnak a sírkápolnája, ami szintén egy nagyon csodálatos építmény, és ennek a belső felújítását a tavalyi évben sikerült pályázati úton megvalósítani. Ezt Ney Béla és Ibli Miklós tervei alapján készült ez az épület, és egy román stílusú, és abból is a dél-franciaországi román stílusban készült egy csodálatos építészeti gyöngyszeme, nem csak a településnek, hanem magának az országnak is. A mauzóleum a dombon áll, ami egy lépcsőn keresztül közelíthető meg. A vezetőség éppen azt tervezi, hogy szentmiséket tartanak majd a kápolnában, és közösségi szintéré teszik azt a jövőben. 9 síremlék van a kápolna körül, és a kápolnáktól eltérően a síremlékek nem bent az épületben, vagy az altemplom aljában helyezkednek el, hanem körülötte, számában 9 darab, és mindegyik az oldalfalhoz simulva, és vörös márvány sír emlék fedi.
A településről kevesen tudják, hogy a világháborúk előtt tüdőszanatórium helyszíneként is felmerült Kajdacs neve, a kastélyparkba telepített fák és növény különlegességek miatt. Most 550 millió forintos topforrásnak köszönhetően gyógynövényfeldolgozás zajlik majd a település határában. Erről lesz híres. Nagyon újszerű és nagyon fontos beruházás lesz a gyógynövényfeldolgozó ipari üzem megvalósítása. Első körben egy gyógynövényfeldolgozás célú ipari park fog megvalósulni, amire 300 millió forintos támogatást nyertünk. Ez egy 10.000 négyzetméter területnek az ipari tevékenység alávonása történik meg egy zöldmezős beruházás keretében. Majd ennek első üzeme lesz a gyógynövényfeldolgozó üzem, amire 250 millió forint fejlesztési forrást sikerült a falunak megnyernie. A helyiek a falu fellendülését remélik ettől, hiszen 50 helybélinek ad majd hosszú távra munkát, és az ipari termelés irányába viszi el a mezőgazdaságáról híres települést. Azt, hogy a népesség megáll, és talán egy kicsit bővül is. Ettől viszont azt reméljük, hogy a település működtetése rentábilissá válik, illetve olcsóbbá válik, hiszen megtartató lesz az általános iskola, magasabb lesz az óvodai létszám, ebből eredően nyilván kicsit hatékonyabb lesz a település működtetése. Minden olyan fajta gyógynövény, ami az orvoslásban, illetve kozmetikai, vagy akár az élelmiszeriparban is alapanyagként szóba jöhet, elsősorban vegyszermentes előállítás folyik, és modern technikával fogják, szuperkritikus extrakciós eljárással fogják a hatóanyagokat kivonni a gyógynövényekből. Kajdacson egyébként a polgármesteri hivatalt is felújítják egy másik forrásból, új parkolókat alakítanak ki.